Hello, sziasztok, Stark vagyok, és itt vagyok megint a DayZ-ben. Itt vagyok a tetőn, ahol abba hagytam, és találtam most egy másik szervert, illetve újraindítottam a játékot, mert nagyon remélem, hogy nem fog laggolni. Aha, nagyon sokkal jobb. A másik, ami jó, hogy itt... Na, állj fel! Tehát remélem, hogy ez a... Ezen a szerveren nem fogok meghalni, ugye? Nagyon sokan voltak a másikon, tehát hogyha már 10-15-en vannak, az hát számomra már sok, mert akkor nagyon nagy az esély, hogy ugye találkozunk valakivel ugye ebben a nagyvárosban, de azért itt elég gyakori, hogy találkozunk bárkivel is. Azt hallgattam az előbb, hogy lötyög a táskám, tök furi. És most én itt hogy megyek le? Aha. Hát jó. Jó. Nézzük ugye a tabot. Miért válnak meg a zombik? Eltaláltam pedig, ezt nem hiszem el. Nem is tudom, hogy hanyadik ilyenem. Megint eltaláltam. Megint. Ez micsoda? Megint eltaláltam. Rohadj meg. Kis köcsök. Jó, nehéz volt megölni. Mit nem mondják. Ezt a támadómódot hagyjuk ki. Na nézzük csak, van itt egy iránytű. Erre szükségünk lehet, úgyhogy ezt tegyük el. Volt ott egy pisztoly ott lent. Pont ilyen pisztolyom van. Várjunk, melyik van jobb állapotban? Erre mi van írva? Ugyanaz. Tényleg nézzünk fel már. A sört, ez... Nem csak jobban néz ki. Hát... Nem tudom, nekem ez így jobban bejön ezzel a cuccal. Jó, itt egy itóka. Ezeket ide pakolom alulra, és akkor nem zavar. Egyből tudom belepakolni. Sotilőszert vigyük el, ameddig van helyünk, hát a kifogy majd a nagy fegyóm, és akkor... Tehát nagy fegyvert a kézbe, és most már így megyek. Hát ez szemüveg, hát ez kell. Ilyen egy igazi zombi vadász. Csak lazába tolja itt. Fekete napszemüvegben. Hát oké. Ezt már általában meg szoktam kapni, hogy valami nem működik. Nem tudom, miért írja ki. Mindegy. Ezzel nem kell foglalkozni. Ez aztán a loot. Headtorch. Az igen. Ilyen fejlámpa, ilyet még nem is láttam. Úgy egy medic kit. Ebből a bandage-et azt kivesszük. Meg a másik bandage-et is. Az, ami tabletta, az biztos jó, hogyha majd beszedem néha. A gyógyszer akkor azt nem lehet. Milyen jól szórakoznak a zombik odakint, csak óvatosan sétálgassunk, nehogy ide rohanjanak. Senkinek sem hiányzik az. Így szépen csöndben. Huszonkettes lőszer, az milyen? Mindjárt megnézzük, hogy milyen lőszereket találtam, csak bebújok oda hátra azért, hogyha bejönne valaki, akkor ne én legyek az első, amit észrevesz. Így né. Ezeket voltam. Betosz. Jézusom! Ez mit csít? Láttátok, átdroppolt a falon, hát mi ez? Ez csodálatos, és itt van mellettem a másik. És... dögöljél már meg, bassz meg. Bírom ezeket a hangokat, soha nem tudom, hogy most van-e körülöttem valaki, vagy sincs. Na, folytassuk, tehát remélem nem halott meg senki amúgy, tehát lövöldözni annyira, azért ennyire nem kéne. Csodálatos, te meghalottál, mi? Nagyon szükségem volt rád. Bazd meg. Felmegyek az iskola tetejére. Ja, te be tudsz menni azokba a szobákba, mi? Kurva anyádat. Ezt a barackot, ezt elrakjuk, gyorsan összegyűjtögetem, ami itt van lent. Aztán megyek innen a fenébe fel az emeletre, de már nem nagyon jönnek utána, úgyse. Ez ilyen defibrillátorért, már találtam egyszer, csak nem tudom, hogy kell használni, meg hogy bármi. Painkiller, painkillert azt azért vigyük el, nem? Jó, ezt most csak letékeltem. Ó, az ilyen csövisapi. Sima nadrág. Jó, ott csak oda sütött a fény. Itt mindig van valami jó fegyó. Bajonett! SKS bajonett! Ez nagyon fajul. Soti, még ez is lenne lőszerem, pedig lehet. De nem, ebbe azt hiszem nem jó ez, vagy lehet? Nem tudom. Mindegy, most ezt nem fogom használni, ez az SKS-ben több lőszerem van. És van hozzá bajonettem, beszarok. Ilyet se láttam még. Jól van, csak lazán, ide lefekszek. Jó, akkor nézzük meg a lőszert még, amit találtam. Empty. Na, ez még lőszer az SKS-hez. Szuper. Mász kire. Ez nagyon jó hír. Jó, ezeket ide rakom, ezeket úgyse tudom még egyelőre használni. Painkiller. Jól elpakolgatok. Na, rakd már oda. Ez is le, ez is kaja. Szomjas vagyok, úgyhogy mindjárt meg is iszom az elmondjuk ezt a lezeleggagyig beszívjuk meg gyorsan. Tehát ez jó ugye az SKS-hez, ezt fel is rakom ide. Illetve 22-es lőszerebe milyen kell. Nézzük meg, hogy jó-e. Nem, nem megy bele. Hú, basszus. Esetleg, hogyha valaki gondolja, és van nálam olyan cucc, ami neki nagyon kellene, gondolok itt inkább a lőszerre, és látja ezt a videót, akkor lehet róla szó, hogy ír nekem, és akkor találkozunk valahol, és akkor odadom a cuccokat, mert én nem hiszem, hogy ezeket ki fogom csak úgy dobálni. Általában mindent megőrzök. De szép vagy, rohadjál meg. Papá. Megyek a kórházba. Gyorsba körülnézni. Open the door, és már benne is vagyok. Nézzük, mi ez, ami bandage. Ugye bloodbag. Nem, nem. Mi a tosz? Jézusom, fogd már be a pofádat. És köszönöm. Ezek az üvöltések. Ezek borzasztóak. Na, menjünk szépen fel. Itt már nem lesz semmit, már csak az emelet lesz. Lent kéne még körülnézni. Le fogom lőni, mert nincs kedvem baltával baszakodni. Ha megnyomom a P-t, akkor láthatom, hogy hányan vannak fent. Amikor feljöttem, nem voltak ilyen sokan. Ez így nem lesz jó. Felmegyek a tetőre. És körbenézek. Így azért veszélyes mászkálni. Itt tényleg ilyen sokan vannak, ez rettenető sok ember. Új, ez az a ház, ide át kéne még mennem. Lassan tovább kéne állni. Szépen nyugodtan lemegyek. Valószínűleg lelövöm azt a zombit. Ha az bement oda a hajlatba, akkor hagyjuk békén. Szimplán hagyjuk itt. Itt amúgy még jobbra itt vannak ilyen szobák. Oda amúgy érdemes bemenni, ott is jó ilyen orvosi cuccok. Aha, itt vannak. Szoktak lenni. Na most nem volt kedvem körbenézni. Ja igen, meg ahol még jó cuccokat szoktam találni. Ez itt ebben a raktár, ezekben a raktárakban. Ott a kesztyű! Hú, a kesztyűm! Király! Esküszöm, tetszik az a kesztyű. Még van kis borka, vagy cukini, vagy a túró az. Nem fogom erre lecserélni. Még gagyi nadrágnak tűnik ez is. Jó sok innivalóm van. Mindegy, ezt most nem veszem fel. Megyek be a házba inkább gyorsan. Húzom befelé a csíkot, már. Nem kell nekem se zombi, se másik player, akivel harcolni kell, mert akkor már kockáztatom az életemet. Jó, és királyba lehet menni. Jó. Ó, hát te persze, hogy itt vagy. Mi? Te átmész a falon, mi? Meg tud ütni? Akkor viszont szórakozzunk egy kicsit. Bezzeg, most együttéssel meghalt. Máskor meg hatot kell ráütni, hogy bármi történjen vele. Na. Most elvileg a kezemben van a nagy fegyóm. Na, vedd már előtt a szerencsétlen. Jézusom. Mennyi innivaló van itt, ezt nem hiszem el. Jó, elem. Amúgy elem gyakran kell, hogyha nem hiszem, az előző részből találtam pont a lámpát, ami pisztolyra vagy fegyverre való, mindegy. Itt egy defibrillátor. Meg sör. Tehát sör is amúgy innivaló. Tehát ugye találtam azt a lámpát, és abba kell általában elem. És akkor úgy lehet, utána lehet bekapcsolni. Melyik a jobb? Ez valamit a szakadt lenne. Jó ez. Csizma vajon jó? Hát most jó lesz, már úgy néz ki. Ott van a cipőm még. Mindegy, hát ha jobb ez. Most járkáljunk csizmába. Hoppá, hoppá, hoppá. Sporter 22, mi ez? Long rifle. Az a baj, hogy ilyeneket nem tudok elrakni. Még szerintem lőszerem is van hozzá. Aha. Jó, mi? Csak egyet tudok beletölteni. Még annyira nem tetszik, szerintem. Na jó, valaki örülni fog neki. Az SKS és bajonettem azért az... Na, azért az fegyver inkább. Legalábbis nekem jobban tetszik. Itt egy Csernarus térkép, na nézzük ez melyik térkép lesz. Rakom a nullára. Ami amúgy az ő betű, nem is a nulla. Ah, látjátok, ez megint más térkép, mint amit legutóbb mutattam nektek. Tehát ez most csak ez a része látszik. Az is csak sör. Így sem találok semmit. Ön a csodaszoba. Mi ez? Ték. Empty. 357-es lőszer. Gondolom ez se jön a pisztolyomba. Nem. Chips, egy viasz túrva, ez valami szútyog, ezt is elviszem. Ez ilyen sok helyet foglal, mit tud ez? Ezt is elviszem, ezt a megezint. Aztán srácok, mondom, ha valaki cserélni akar, akkor megoldhatjuk. Körben nem látok semmit. Hú, jó sok emberke van fent. Hát jól van. Az a rész most szerintem kicsit rövidebb lett. De én itt maradok ezen a helyen. És akkor mondom, hogyha itt láthatjátok, van nálam, akkor gyorsan álljázzuk át, ugye. Van, hát a saját fegyveremhez lőszer, ugye az kell. De van nálam egy ilyen címeg, ezt gondolom M4-hez való, vagy valami hasonlóhoz. Ezt szívesen cserélem, sőt ráadásul van benne 30 lőszer, illetve van ilyen lőszerem, ez talán Enfieldhez jó, vagy nem tudom. Mindegy, ebből van 20, meg 15, meg van 8 shotihoz, meg 49, 22-es lőszerem. Ha valakinek kell, akkor, meg ugye meg igen, ez a 357-es, ha valakinek kell, esetleg az írjon rám, majd ott lesz az e-mail cím a videó alatt, és akkor megoldhatnánk egy cserét, persze arról is valószínűleg csinálok egy videót, amiben az illető is beszélhet, ezt abszolút meg tudjuk oldani, felmegyünk egy közös szerverre, és akkor itt elektróban találkozunk, vagy megbeszélünk egy találkozási helyet. És ugye hát én cserélnék esetleg valami jobb pisztolyra, vagy ugye a pisztolyhoz lőszerre lenne szükségem, sőt még a fegyveremhez lőszert is elfogadok. Úgy olyan, ami nagyon szükséges lenne, most azt nem tudom. Úgyhogy egyelőre ennyi. Úgyhogy ennyi lett volna a mostani videó. Úgyhogy sziasztok!